Kegyelem nekünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassunk meg Istenek igéjét, hogyan meg akar szólítani bennünket mai vasárnapon, advent harmadik vasárnapján. János evangéliumából van a mai igénk, az 5. fejezet 31. versétől kezdve. Istenek igéjét helyünkről felállva hallgassuk meg. Ezt mondja Jézus. Ha én magamról tennék bizonyságot, az én bizonyságtételem nem volna igaz. Más az, aki bizonyságot tesz én rólam, és tudom, hogy igaz az a bizonyságtétel, amelyen rólam tanúskodik. Ti elküldtetek Jánoshoz, és ő bizonyságot tett az igazságról. Nekem azonban nincs szükségem embertől való bizonyságtételre, hanem azért mondom ezeket, hogy ti üdvözüljetek. Ő volt az égő és világító fákja, de ti csak egy ideig akartatok az ő világosságában örvendezni. Nekem azonban Jánosnál nagyobb bizonyságtételem van, mert a tettek, amelyeket átadott nekem az Atya, hogy teljesítsem azokat, ezek a tetteim maguk tanúskodnak arról, hogy engem az Atya küldött el. Az Atya, aki elküldött engem, ő tett bizonyságot rólam. Az ő hangját nem hallottátok soha, arcát nem láttátok, és az ő igéje sem maradt meg bennetek, mert annak, akit ő elküldött, nem hisztek. Amen. Eddig Istenek írott igéje, foglaljunk helyet. Mi mutatja meg azt, hogy tulajdonképpen milyen is valaki? Hogyan tudjuk megállapítani azt, hogy kiben mi lakozik? Milyen a bensője? És itt persze benső alatt nem a belső szerveket értem elsősorban, hanem az, hogy milyenek a cselekedetei az embernek, a motivációi, a gondolatai, az indítékai, vagy éppen az érzelmei. Hihetetlen nagy igény van bennünk arra, hogy megismerjük egy másik embert belülről. És mi sem mutatja ezt az igényt annál jobban, mint hogy a magyar nyelv is tele van olyan szólásmondásokkal, közmondásokkal, amelyek mind azt hivatottak, mind olyan módszereket hivatottak elénk hozni, amelyek azt mutatják meg, hogy hogyan tudunk belelátni egy másik emberbe. Hogyan tudjuk megállapítani azt, hogy ő milyen valójában. Biztos vagyok benne, hogy minden ismerjük ezeket a mondásokat. Például a szem a lélek tükre. Nem mellesleg ez a Bibliából származik, nem szó szerint, de nagyjából. Máté evangéliumából különben. Vagy lakva ismerszik meg az ember. Ugye ezt is ismerjük. Vagy madarat tolláról, embert barátjáról. Vagy amilyen az anya, olyan a lánya. Ezek mind olyan szólások és közmondások, amelyek módszereket próbálnak nekünk adni arra, hogy megállapíthassuk, hogy a másik emberben mi lakozik. Az, hogy több vagy kevesebb sikerrel, azt mindenki eldöntheti nyugodtan. Az advent a várakozásról szól. Arról, hogy nem csupán a karácsonyt, mint ünnepet várjuk, persze azt is várjuk, de várjuk Jézusnak az eljövetelét. No, nem a földre születését, mert az 2000 évvel ezelőtt megtörtént, tehát Jézus születését várni az hiába való dolog tekintve, hogy már megtörtént, vagy 2000 évvel ezelőtt, azt már nem érdemes várni, hanem azt várjuk, hogy bennünk, hozzánk is megérkezzen. Megérkezzen a szívünkbe, a tetteinkbe, az életünkbe, az emberi kapcsolatainkba. És ugye amikor valakinek az érkezését várjuk, mondjuk egy vendégnek az érkezését várjuk, akkor két eset lehetséges, hogy milyen az a vendég, akit várunk. Az egyik az, hogy ismerjük, a másik az, hogy nem ismerjük a vendéget. Hogyha nem ismerjük, akkor nem tudjuk, hogy mire számíthatunk. Ha ismerjük, akkor pedig tudjuk, hogy milyen az a valaki, aki érkezik hozzánk. Na most akkor ezekről, amíg eddig erről beszéltünk, hogy szeretnénk belelátni a másik szemébe, hogy várakozunk Jézusnak a megérkezésére, akkor fel kell tennünk azt a kérdést, hogy vajon milyen az a Jézus, aki hozzánk érkezik? Milyen ő? Mire számíthatok, hogy ő megérkezik hozzám? Mert ő rá várunk. Az advent maga szó is eljövetelt jelent, adventus domini, az Úrnak az eljövetele latinul. Jézust várjuk, de milyen ő, hogyha megérkezik hozzánk? Mire számíthatok? A mai igénkben Jézusnak népes hallgatósága van, és ez a népes hallgatóságot úgy jellemzi János evangélista, aki a mai szakaszunkat leírta, hogy a zsidók. Na most itt, amikor azt írja, hogy a zsidóknak mondja ezt Jézus, akkor itt nem effektíve zsidó emberek, tehát persze nyilvánvalóan zsidó emberekre kell gondolni, de hogy nem úgy általánosság, ez nem egy általános megfogalmazás, mert hogy ezzel nem kerülnénk közelebb a dologhoz, tudnélik nyilvánvalóan Jézus is, a tanítvány is, és körülöttük mindenki 99%-ban zsidó volt, tehát hogy a zsidóknak mondta, ezzel nem kerülünk közelebb a dologhoz, hanem amikor János evangélista így ír, hogy a zsidók, akkor ott a zsidó vallási vezetőket érti alatta. Farizeusok, szaduceusok, főpapok, stb. Stb. Tehát a zsidó vallási elit tulajdonképpen az, aki most ennek a mai igének a hallgatósága eredeti környezetében. És Jézus arról beszél nekik, hogy hogyan, milyen módon tudják megismerni őt. Milyen módon tudják megismerni őt azok, akik hallgatják. És ennek a szakasznak a kulcsfogalma, a kulcs szava, amelyik a megismerésünket és a mi, tehát az, hogy mi hogyan ismerjük meg Jézust, ezt is segíteni fogja, ez a bizonyságtétel. Tudjuk, hogy mit jelent ez a szó, hogy bizonyságtétel. A bizonyságtétel tulajdonképpen tanúvallomást jelent. Valaki olyan állít valamit, valaki olyan tanúskodik, aki szemtanúja volt az eseményeknek. És elmondja, hogy én ott voltam, ez így történt. Én tudom, mert kompetens vagyok, el tudom mondani, hogy ez ezért van. Tehát tulajdonképpen hiteles tanúvallomás jelent a bizonyságtétel. Ezért mondja Jézus azt, hogy ha én magamról tennék bizonyságot, az én bizonyságtételem nem volna igaz. Hát ugye amikor valakit kihallgatnak, és akkor mondja, hogy hát én ezt vagy azt csináltam, jó, de tudod bizonyítani? Volt ott más is, aki látta? Ezért mondja ezt Jézus. Más az, aki bizonyságot tesz én rólam, mondja ő, és tudom, hogy igaz az a bizonyságtétel, amelyen rólam tanúskodik. És akkor most pedig az a nagy kérdés, hogy vajon ki az, vagy kik azok, vagy mik azok, amelyek bizonyságot tesznek Jézusról. Három dolgot említ itt Jézus, aki bizonyságot tesz őről, hogy ő ki tulajdonképpen. Az egyik keresztelő János, akit mond ebben a mai szakaszban. Ugye ő volt az, aki keresztelt ugye a Jordánban, és aki rámutatott Jézusra, és egyértelműen azt mondta, hogy íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Ez teljesen egyértelmű bizonyságtétel volt János részéről. A második, akit Jézus mond, hogy bizonyságot tesz róla, az nem személy, hanem a tettei. Azt mondja Jézus, nézzétek meg, hogy mit csinálok. És akkor abban rájöttök, hogy én ki vagyok. És az a szakaszunk, ami ma van, az közre fogja két másik történet, és mind a kettő egy fantasztikus történet, az egyikben Jézus gyógyít egy nagyon régóta beteg embert, a mai szakaszunk után pedig jól lakat 5000 embert 2 hallal és 5 kenyérrel. Mind a kettő csoda tétel volt, és erre mondja Jézus azt, hogy nézzétek meg a tetteimet. Azok beszélnek rólam, hogy én ki vagyok. És a harmadik és egyben utolsó, aki bizonyságot tesz Jézusról, mondja maga Jézus, az maga az Atya Isten. Maga az Úr az, aki bizonyságot tesz róla, például számtalan helyen, de például pont akkor, amikor keresztelő János megkeresztelte Jézust, az Atyaisten leszólt a mennyből, és ezt mondta, íme az én szeretett fiam, őrá hallgassatok. És akkor most már csak egy kérdés van hátra, hogy most már tudjuk, hogy vannak hiteles bizonyságtevők Jézus mellett, hogy ő kicsoda, de akkor most már tudjuk már meg, hogy ő tényleg milyen, hogy mire számíthatok akkor, hogyha megérkezik hozzám. Mit tudunk meg Jézusról ezekből a hiteles bizonyságtételekből? Először is megtudjuk azt keresztelő János nyomán, hogy Jézus megbocsátja a bűnöket. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy ő el tudja venni a terheimet. Ez azt jelenti, hogy el tudja venni a terémet, hogy elé lettehetem mindazt, ami nyomaszt, ami bánt, amit én követtem el, vagy éppen velem szemben követtek el. És Jézus képes arra, hogy mindezek ellenére, ezekre a rossz dolgok ellenére, amelyek az életünkben vannak, ezeken a rossz dolgok ellenére is elvezessen bennünket az Istenhez. És mutassa az utat. Második, Jézus tetteiből, ami szintén bizonyságot tesz róla, megtudjuk azt, hogy ő emberfeletti szeretettel szeret bennünket. És ezért hajlandó emberfeletti cselekedetekre. És ő még a legreménytelenebb helyzetben is, emberi számítás szerint legreménytelenebb helyzetben is el tudja vinni a tovább lépésnek a fényét. Ez egy fantasztikus dolog. Gyógyulást és életet tud teremteni. És végül, de nem utolsó sorban, hanem inkább első sorban, mit tudunk meg Jézusról? Azt, hogy az Atya Isten vele van, sőt, Jézus Krisztusban maga az Atya öltött testet, az Isten öltött testet közöttünk, emberek között. Jézus Krisztusban maga az Isten lett emberré. Bűnbocsánat, cselekvő ember feletti szeretet, és az Istennek a teljes és valóságos jelenléte Jézus Krisztusban, amely nem csak akkor 2000 évvel ezelőtt volt igaz, hanem igaz ma is, amikor itt közöttünk van. Egy olyan vendéget, aki így jön hozzánk, akiről ezt tudjuk, azért érdemes várni szerintem. Érdemes várni, aki ezzel közelít felénk. Érdemes az ilyen vendéget beengedni, leültetni, marasztalni. Hát erre adjon nekünk készséget a Szentlélek. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük azt, hogy egyszülött fiadban megjelentél köztünk a világban. Kérünk, áldj meg bennünket, és add, hogy be tudjuk őt fogadni. Amikor kopog az ajtón, szívünk ajtaján, akkor be tudjuk őt fogadni, és át tudjuk neki adni az életünket. Így legyen. Ámen.